Sziasztok! Ma is egy Blu-ray bemutató láthatok. Ezúttal Robert De Niro főszereplésével készült, illetve Martin Scorsese nagyszerű rendezésében lesz a Taxi Sofőr című film, amelyik eléggé olcsó kiadásnak. Tudjátok, 1800 forint körül volt, ami egyáltalán nem drága egy ilyen klasszikus esetén. Volt egy 5000 forintos kiadás, ami annyi különbséggel volt, hogy volt benne még egy plusz extra DVD, és az egyéb extrák mellé. Szerintem annyit nem igazán érne meg az a plusz kis extra, hogy még 3000, vagy hogy én 3000 valamennyit fizessek érte, köszönöm. Inkább nem, de ez a kiadás bőven jó. Ez egy olyan klasszikus film, ami azt mutatja be igazából, hogy meddig vehetjük el határainkat, hol tör ki ez a bizonyos nagy ördög belőlünk, és miért, hogyan befolyásol minket az egyik vagy másik nézet szélsőségesen, és hogy az elégedetlenség meddig tetéződik a háttérben, és mikor válik, hát ugye, káosszá és rombolássá. És érdekes dolog, nagyon sokan, hogy főszereplő karakterrel is együtt tudtak érezni, mert megvoltak az olyan motivációi, amelyek a mindennapi, hétköznapi életben, a mindennapi, hétköznapi emberekben is jelen lehetnek. Kicsit az olyan, mint az Összeomlás című film volt, hogy igen, a főszereplő az egy, összességében egy negatív szereplő volt és figura, de voltak benne olyan elemek, amelyek majd jó, de egyik kérdést hoztak ki a nézőkből. Ugyanígy volt egyébként Joker figurája 2008-as valóban, aki igenis nyilván kimondta azért ezt a figyelmet, annak ellenére, hogy a megoldás, hogy ezek rosszak voltak. Szóval nagyon érdekes tényleg ez, hogy a taxisofőr is ilyen jól ki tudja ezt hozni. Ez olyan, amikor egy mondjuk gonosz karakter, vagy aki alapvetően velejéig nem is gonosz, de azzal válik, és ezt a folyamatot láthatjuk, az okozatokat, a mi érteke, de nem szentesítve az. Azért az elég ritka a filmekben, hogy ezt így valósítsák meg és ábrázolják, és a taxisofőr ezt már jó régen meg tudta oldani. És nem csak emiatt, mert klasszikus, hanem nagyon szuper rendezés, és Robert De Niro nagyszerű játék miatt. No, de nézzük magát a Blu-ray kiadást, amely nagyon sok extra van, sajnos csak angol nyelven. Az eredeti 1986-os audio kommentár Martin Scorsese rendező és Paul Schrader író közreműködésével a Criterion Collection felvétele, ez egy híres ilyen kollekció gyűjtemény, Blu-rayekből, DVD-kből. Audio kommentár Robert Colker professzor közreműködésével, audio kommentár Paul Schrader közreműködésével, interaktív fordulókönyv, Martin Scorsese a taxisofőr készítéséről, Michael Phillips producer a taxisofőr készítéséről, Isten magányos báránya Travis Bickle. Tisztelgés Martin Scorsese előtt, illetve így készült a taxisofőr, valós taxisofőr sztorik, az 1970-es évek New Yorkja, Martin Scorsese vezetője a storyboardokhoz, ez a storyboard film összehasonlítás, képgalériák és movie IQ kérdez felelek, illetve pontosabban inkább ilyen IQ teszt, pontosabban ilyen quiz. 5.1-es angol, magyar, angol ITS HDMI, 5.1-es hangzás, 5.1-es cseh, lengyel és orosz, magyar és mindenki felirat, természetesen 1080p és Full HD felbontás, teljes képernyős 1.85:1-es a képarányjal, játékidő kb. 114 perc, és ez is Empire-s forgalmazás, bizonyos olyanoknak ez sem ajánlott, amelyet nem is csodálok. Mert ez egy elég durva film, még akár a 18-as is elgondolkoztató lenne. Ami tetszik, az nem pedig kérdés, nem csak hogy olcsó, hanem hogy belülről jól néznek ki. Nem spóroltak vele. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgy látom sajnos közben, ez megint átállódott. Itt oldott, nem minden, akkor ezt a kiadást, vagy ezt a videót még így láthatjátok, nem 720p-vel. Mert közben átállítottam egyébként, csak valamiért újra kellett azt mondítanom a szoftvert, aztán visszaállítottam, mindegy. Én hülyen vettem észre, már nem tudom, tassak évek óta is talán, hogy 720p-ben is tudok elvileg széles vászon felvenni. Hát,
az ember mindig tanulja már, illetve hát majd egy éven belül, most hát tényleg nem szeretnék is full HD-s webkamerát venni, hát meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Na hát, én ezt a kiadást nagyon ajánlom nektek, szerezzétek be, ez egy igazi klasszikus, mert megérdemli. Úgyhogy tőletek, sziasztok!